Álom és szerelem. Rosamunde Pilcher. A nő a szikláról. Magyar hangok. Sipos Eszter Anna. Kosta Viktor. Menszátor Magdolna. Kajtár Róbert. Seder Gábor. Írta Martin Vilke és Szilke Morgenroth. Zene Richard Blackford. Fényképezte Holger Grace. Igen, Laura. Igen, igen, drágám. Te is szörnyen hiányzol. Ezt nem tudom előre megmondani. Amint ezt a régi villát eladtam. Oké, akkor később beszélünk. Én is téged. Csók. Van egy másik hívásom. Le kell tennem, az irodából hívnak. Oké, ciao, ciao. Szia, Patricia. Szia, szerelmem. Tudod, nagyon sajnálom, de a holnap reggeli randit le kell mondanom. De amint Londonban leszek, majd... A francba. Azt hiszem, rendezte Dieter Kehler. Tartsd még egy kicsit. Biztos van egy másik út a házig. Igen, nekem is majd megszakad a szívem, de... Még pár nap és otthon vagyunk. Ciao, ciao! Kinyírom a vasast! Gyerünk, Vatta! Nyugi, nyugi! Jól van, nyugi! Nyugalom, nyugalom! Nyugalom, Winston. Nyugalom. Nyugalom. Segíthetek valamit? Elnézést kérek, nem tudtam, hogy... Maradjon ott! Nem látja, hogy ezzel felbőszíti a lovat? Nem tudtam, hogy itt mindenki ilyen hisztérikus. Fogja be! Minden rendben, Winston. A mérges bácsi nem bánt. Elnézést, de én nem vagyok mérges. Tolja le a nadrágját. Tessék! A sárga szín felbőszíti a lovat. Tolja le! Maga megőrült? Akkor az ön felelőssége, ha Winston leesik a szikláról. Ez egy díjnyertes ló. A tulajdonosnak biztos lesz egy pár szava önhöz. Jó, rendben. Letolom. Elégedett? Na igen, így jó lesz. Azok elefántok? Egy New York-i tervezőtől van. Megadom a számát, ha érdekli. Köszönöm, nincs rá szükségem. Hé, hey, maga! A ló nem is a nadrágomtól ijedt meg. Úgy van, és máskor ne hagyja nyitva az ajtót. Jól van, akkor kérem, itt írja alá. És egy cseppet se aggódjon, hamarosan megtaláljuk a kis kedvencét. Szia, Lukasz! Jó napot, Mrs. Brackett! A macskák nagyon gyakran elcsatangolnak. Megint a kis szörnyedet eteted? Ebédidő, drágám, pástétom. És citromtorta. Még friss, csak neked. Valójában ma nem is akartam ebédelni. Tudod te, hogy hány kalória ez? Na persze, most diétázol? Egyél szépen. Nem tudom, mit teszel azon az utálatos állaton. Hol marad a szeretet? Szabad egyáltalán a rendőrségen ilyesmit tartani? Rendőrkapitányság, jó napot! Adele Brackett beszél. Mit óhajt? Szia, Adele! Holly vagyok. Itt vagyok a Kodi szikláknál. Egy félmeztelen idióta elefántos alsónadrágban nyitva hagyta a kaput.
alsó nadrágban? A lovak és a juhok kitörtek. Szólnál Lukásznak, hogy jöjjön ide? Nem tudom egyedül visszaterelni őket. Azonnal szólok neki. Hol volt az, Lukász? Segítségre van szüksége a kodisziklánál. Az állatok kitörtek. Megyek is. Már ezerszer elmondtam, hogy nem veheted fel. Ez szolgálati telefon. Mit gondoltál, ki hív? A Scotland Yard? Magának nincs szeme? Dehogy nincs. Elnézést, az én hibám. Személyesen fogom rendezni a kárt. Esetleg egyúttal ebédelni is meghívhatom. Miért is ne? Mi a csuda történt itt? Semmi, csak egy kis koccanás, uram. De el is rendezzük a dolgot. Hívjon fel. A biztosításom minden kárát állja. Rendben van. Owen Lockhart? Ön Owen Lockhart az ügyvéd? Az itteni rendőrség nagyon jól informált. Ön is az lenne, ha a feleségemet vette volna el. Üdvözlöm a Sitcom Majorban, Mr. Lockhart. Adele Brackett. Én vagyok a... Én voltam a nagybátyja titkárnője. A férjem telefonált, hogy balesete volt. Semmi komoly, csak egy kis koccanás. Nos, Mrs. Brackett, ha ide adja a kulcsokat, egyedül is boldogulok. Csak nem gondolja, hogy egyedül hagyom itt, amikor fél életemet a nagybátyja mellett töltöttem. Először jöjjön be, megmutatom a házat, és kérem, hívjon Adele-nek. Köszönöm a segítséget. Neked bármikor. Már így is sokkal tartozom neked. És mi van a juhokkal? Már megvették őket. A lovakért a jövő héten jönnek. Egy lovasiskola átvette őket. És aztán? Nem tudom, nincs túl nagy kereslet itt agrármérnökre. Csak nem akarsz elmenni? Oda megyek, ahol munkát találok, különben mit csináljak? De ezt nem teheted Tobival, itt van az otthona. A fiam legtöbbet az internátusban van. Amit nem fogok tudni fizetni, ha nem találok új munkát. És mi van a biztosítással, ami Tobinak járna? Az Bernard nevén van. Amíg hivatalosan halottá nem nyilvánítják, addig semmihez sem nyúlhatok hozzá. Ne aggódj miatta. Én bármikor tudok neked kölcsön adni. Köszönöm a segítséget. Minden rendben lesz. És ez itt a nappali. És természetesen az iroda váróterme is. A székek is a 16. századból valók. Igazi ritkaságok. És kifejezetten rondák. Ez ízlés kérdése. Bízom benne, hogy találok egy amerikait, akinek ez az ódon stílus tetszik. Mert manapság csak arabok vagy kínaiak vesznek ilyet. Nem akarja még egyszer átgondolni? Szerintem ezt nehéz lesz eladni. Igen, nem lesz egyszerű dolog. A nagybátyám az elmúlt 20 évben nem sokat tett, hogy megőrizze az állagát. A felújítása egy vagyon lenne. De a Sitcomb Major 200 éve a családja tulajdonában van. Ez az egész csak púpa hátamon. Városi ember vagyok. És épp most szeretnék új céget alapítani Londonban. Sitcomban még mindig sok munka van egy jó ügyvédnek. A mi irodánk volt rá a példa. Azt el tudom képzelni. Csirketolvajokat védeni, szerződést hitelesíteni. Na és mi rossz van benne? A nagybátyja nagyon szerette. Még ha vonzana is a vidéki élet. Nem tudnám finanszírozni az épület helyreállítását. Itt minden teljesen szétesett. Ez egyáltalán nem igaz. Itt minden nagyon is stabil. Quod erat demonstrandum. Várjon, segítek. Elviszem orvoshoz. Jól van? Igen, köszönöm.
Te jó ég, Adele, mi történt? Nem nagy dolog. Egy kis baleset. Semmi közöm hozzá, Mr. Brackett. Egy nap egy balesettel beérem. Nekem viszont kell egy feles, jöjjön velem. Adele, mi történt? Fáj valamit? Csak semmiség. Ezt nevezed semmiségnek? De a lényeg, hogy jövő hétre felépülj. Kérem, foglaljon helyet. Ez csak óvatosság. Jövő héten ünnepeljük a Rubin lakodalmunkat. Szeretettel látjuk. Majd küldök meghívót, de most kérek egy teát. Hadd csináljam meg én. Te ülj csak vissza. És? Mi az első benyomása a mi gyönyörű szitkombunkról? Itt mindenki nagyon kedves. Még az az őrült Amazon is, aki ma megleckéztetett. Igen? Akkor ő találta meg Holly. Egy lovaslány volt az. Holly Heston. Sajnos nem volt módunk bemutatkozni, de figyelemre méltó személyiség. Ó, igen. Pedig az utóbbi években eléggé rájár a rút szegényre. Hogy érti? A férje 2 éve nyomtalanul eltűnt, így a fiával egyedül kell boldogulnia. Eltűnt? Igen. Nagyon titokzatos körülmények között. Az eddigi nyomozásunk egyelőre teljesen eredménytelen. És tudja mit? Még örülhet is neki. Rémes alak volt az a Bernard Heston. Iszákos volt. Nem kívánok ilyen férjet az ellenségemnek sem. Nem mondjuk inkább, hogy Bernard nem volt egyszerű eset. De sajnos mióta eltűnt, Holly már nem a régi. És most, hála önnek, munkanélkül marad. Talán az új tulajdonos majd alkalmazza. És ha nem? Szívesen segítenék neki, de nem tudok neki munkát ajánlani. De én nem is tudok főzni. Majd megtanulod, mint mindent az életben. Mr. Lockhartnak házvezetőnök kell, amíg itt van. Neked meg állás ennyi. De én agrármérnök vagyok. Pontosan, akkor értesz az élelmiszerekhez. Az előállításukhoz, nem a feldolgozásukhoz. De te egy elég rugalmas agrármérnök vagy. Nézd, ha kérdésed van, fordulj hozzám. A villában leszek a leltár miatt. Még vasalni sem tudok. Van más választásod? És szerinte ez rendben van? Hogy olyan házvezetőnőt vesz fel, aki alkalmatlan? Oh, Mr. Lockhart és te kiválóan megértitek majd egymást. Miért vagy benne olyan biztos? Csak női megérzés. Akkor holnap korán reggel találkozunk, 7-kor, és mindent megbeszélünk. Na jó, megpróbálom. Kitűnő. Na, mitől vagy megint így feldobva, drágám? Semmitől, csak jó kedvem van. A sérült kezed ellenére? Az életben minden valami jót szolgál. Vagyis? Vagyis egyszerűen csak optimista vagyok. Szerintem Mr. Lockhart még átgondolja, hogy eladja-e a birtokot. Igen. És mi az alapja az optimizmusodnak? Megérzés és erős akarat. Úgy érzem, ez a te megérzésed és a te erős akaratod. Magától értetődik. És ha ez nem egyezik még Mr. Lockhart erős akaratával? Na, azt majd meglátjuk. Borzalmas vagy és hihetetlen. Tudom. Hihetetlen. Mi a csodát keres itt? Én is ezt akartam kérdezni. Én itt lakom. Átmenetileg. Mi? Ön a Sitcom Major új tulajdonosa? Owen Lockhart, szolgálatára. Szívesen letolnám a nadrágomat, de sajnos nincs rajtam. Nem számít. Én is megtudhatom, hogy ön mit keres itt. Én vagyok a házvezetőnő, akit Adele ajánlott önnek. Tessék. És épp a reggeliét készítem. A
süssek másikat? Ne! Én reggel nem vagyok éhes. Kaphatnék esetleg kávét? Igen, a kávé. Abba jó vagyok. Cukorral, tejjel? Ne, feketén, köszönöm. Úgy tűnik, nagy rajongója az állatos motívumoknak. Úgy tűnik. Nekem ez a béka sokkal jobban tetszik. Szerintem barátságosabban néz ki. Örülök. Nos, én megyek és felöltözöm. Jó. Rendben van. Jó reggelt, Mr. Lockhart. Jó reggelt, Adele. Ugye milyen csodás napunk van ma? Jól aludt az éjjel? Igen, nagyon jól, köszönöm. De amikor reggel bementem a konyhába, ott volt egy nő, valami égett hússal. Az biztos Holly Heston volt, a házvezető nője. Igen, nem mutattam be önöket egymásnak, mert már tegnap találkoztak. Á, igen, de... Nem kell köszönetet mondania, ez természetes. Adele, nem vehet fel csak úgy valakit a megkérdezésem nélkül. Holly nem csak valaki, születésétől kezdve ismerem. Igen, de attól még... Talán ön akarja a háztartást vezetni? Nem, természetesen nem. Nos, akkor minden rendben van. Hollyval nagyszerűen megértik majd egymást, és ami a főzést illeti, bele fog jönni, majd segítek. És biztos szeretne alaposabban körülnézni a birtokán. Megkérem Hollyt, hogy vezesse körbe, és mutasson meg mindent. Nem is tudtam, hogy ez ilyen gyönyörű. Miért nem jött el soha a nagybátyjához? Hosszú történet. Ő és a nagyapám testvérek voltak. Ugyanabban a nőbe voltak szerelmesek. A nagymamám. És miután ő az én nagypapámat választotta, megszakították a kapcsolatot. Sosem látogattam meg. És nem hittem volna, hogy bármit is öröklök tőle. Az élet néha tele van meglepetésekkel. Igen. Ahogy mondja. Nagyon sajnálom, hogy miattam veszíti el a munkáját. Igen, én is. Nyugodtan vegye fel. Biztosan fontos. Nem baj. Meg akarja nézni az istállókat is? Nagyon szívesen. Hogy került egyáltalán a nagybátyámhoz? Agrártudományt tanultam. Tényleg? Megmutassam a diplomámat. Szokatlan foglalkozás egy ilyen csinos hölgynek. Há? Talán az önvilágában. És miért dolgozott egyáltalán a nagybátyának? Nem volt saját gazdasága? De volt, csak hogy a férjem... Szóval el kellett adnunk. A nagybátyja igen keresett ügyvéd volt, és kellett neki egy intéző. Én jelentkeztem, ő alkalmazott. Ön meg felmondott. Ez a történetem. Kezdem belátni, hogy nagy hiba volt. De még el akarja adni, igaz? Igen, persze. Akkor nem hiba, hanem logikus következmény. És ha most megbocsát, találkozom van Adellel. Mr. Lockhart nem is tudott róla, hogy te felvettél házvezetőnőnek. De már tudja. De annyira kínos volt. A narancslé a hűtőbe megy. És milyennek találod? Kit? Mr. Lockhartot. Semmi baj vele. Semmi baj vele? Egy remek férfi. Vonzó, sármos, sikeres. Sármos. Inkább csak túl sokat foglalkozik magával. Miért vagy ilyen jó véleménnyel róla, hisz elveszi a munkánkat? Még nem adta el a birtokot. Talán még egyszer átgondolja. És miért tenné? Ó, talán beleszeret az itteni tájba, a sitcom majorba. Igen, talán. Te végül is mióta vagy egyedül? Ezt nem mondod komolyan, Adele. Nincs szükségem férfira. Egy nőnek sincs szüksége rá, de néha azért jó, ha van. Frissen a nyomdából. Szia, Holly. Szia, Maxwell. Hiányzó, meghívok. Ezt még ma estig postára kell adnunk. Ha tudtam volna, milyen sok munka van vele, sosem mentem volna férjhez. Még mindent visszacsinálhatunk. Nagyon szeretnéd, mi?
Akkor megúszhatnád a táncot. Szia! Lukasz! Ezt neked hoztam. Mondtam már, hogy nem kell ilyesmire egy vagyon költened. De szereted a virágot. Igen, de inkább küld a barátnődnek. Nincs barátnőm. Köszönöm. És ez a mai postával jött. A biztosító társaságtól jött. A vallomásomat újra megerősítettem a férjed ügyében. Rendőrként ez duplán számít. Nem akarod kinyitni? Szabad? Nem. Majd később. Köszönöm. Majd visszajövök. Jó híreket kaptam, Adele. Igen? Már jelentkezett is egy érdeklődő. Egy bizonyos Mr. Fahrat. Felírom önnek az elérhetőségét. Az irodájával kell egyeztetni, a jövő héten jönne. Minden továbbit kérem, hogy beszéljen meg vele. Rendben, elintézem. És szép estét kívánok. Köszönöm. Épp most rontott el. Toby! Viszlát, Ian! Toby! Dobja pizzát. Légy jó, szia! Toby! Anyu! Hogy értél ide ilyen gyorsan? Azt hittem, a vonatod egy óra múlva ér ide. Ilyen szülei engem is elhoztak. És nekem miért nem szóltál? Én szóltam. Hallottál már az e-mail címről? Sajnálom. Olyan rossz anya vagyok. Ne aggódj, anya. Még enni is hoztam magunknak. Meg fogsz lepődni, de itt főzni tanulok. Az meg hogy lehet? Most kaptam egy házvezetőnői állást. Te? Igen. Maradok a pizzánál. Kérsz belőle? Nem is tudom, hogy bírtam ki egy hetet nélküled. Biztosítási összeg 300 000 font a fia javára. Anya. Várj csak! Annyira jó, hogy itt vagy. Nagyon szeretlek. Szép álmokat. Hm? Rosszat álmodtál. Igen. Tudom. Minden rendben? Igen, minden rendben. Feküdj le nyugodtan. Biztos? Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Kávét? Igen, köszönöm.
Ha nem kér tojást reggelire, mit szólna a kukoricapehelyhez? Flakeman. Energiadús reggeli szuperhősök. Ez a fiam kedvenc reggeliző pehelye. Akkor biztosan jó. Fáradtnak tűnik. Nem aludtam túl jól. Remélem, nem miatta. Kicsit sem beképzelt. Nem igazán. De sok jó tulajdonságom van. Mit csináljak? Elrontottam a zapelyet is? Nem. Csak nem vagyok elég kemény a szuperhős reggelihez. Esetleg pirítóst? A pirítós kitűnő ötlet. Energiadús reggeli ügyvédeknek. Talán vár valakit? Tudtommal nem. Jó reggelt, Mr. Lockhart. Ugye milyen csodás napunk van? Adele, beszélhetnénk egy percet? Igen, természetesen. Mit keresnek itt ezek a lányok? Végrendeletet akarnak írni. Te jó ég. Járvány tört ki Szitkomban, és nem is tudok róla. Nem, de megtudták, hogy új ügyvédünk van, aki fiatal és még nőtlen. Még valamit, Mr. Lockhart? Vagy hívhatom az első ügyfelet? Nem hiszem, hogy ez ügyvéd kellene, ez csak egy szabálysértés. De ha úgy biztosodnak érzi magát, nyugodtan menjen el hozzá Miss White. Igen, köszönöm, önnek is. Mi az ördög folyik Szitkomban? Tegnap óta vagy fél tucat ügyet jelentettek. Egy koccanás, egy rúzslopás, egy szomszédvita. És mindegyik sértett nő. Nekem már rég leesett. Lukasz, vedd fel te, jó? Vajon ez mi lesz? Talán egy ellopott macska. Szitkombi rendőrkapitányság korvinfelügyelő. Igen. Nem, nem én vagyok a kis köcsös. Lukasz! Már is adom a főnököt. Hello. Oh, köszönöm szépen, hogy visszahívott. Csak 7-kor? Igen. Nem, én meg tudom oldani. Ne, semmiképp se jöjjön el hozzám. A feleségem semmit sem tud róla. Igen. Viszlát, köszönöm. Szóval ki volt az? Ez maradjon kettőnk között. Csak ha meghívsz ebédelni. Zsaruló. Á, hát itt van. Jól látja. Ráér egy kicsit. Ki kell takarítani a boxokat. Az várhat. Szükségem van a mozgásra. Maga a főnök. Mire vár még? Megyek! Meglovagolni. Kanadában. Az apám a külügyminisztériumnak dolgozott. Akkor a mi vidékünk biztosan nagyon unalmas önnek. Épp ellenkezőnek. Sokkal izgalmasabb, mint gondoltam. Adelnek hála, már voltak ügyfeleim is. Bár tagadta, de biztos vagyok benne, hogy ő áll az ügy mögött. Na és nem hiányolják nagyon Londonban? A sok hívásra gondolok. Van egy Mrs. Lockhart? Még nincs Mrs. Lockhart. Szegényként. De ne adja fel a reményt. A szerelem mindenkit megtalál. Csak az a fontos, hogy az ajtót mindig csukja be utána. Ez nem hangzik túl jól. Ilyen az ivatar.
egy orkán. Van itt egy kis ház. Ahol meghúzódhatunk. Ahol biztonságban leszünk. Akkor mire várunk? Nézd csak oda. Igen? Az nem Holly kancája? De azt hiszem igazad van. Kétségtelen. Állj meg egy kicsit. Megkérdezem, minden rendben van-e. Már tegnap is meg akartalak csókolni, de valahogy nem mertem. Nem nézel ki túl félénknek. Néha az vagyok. Kihasználsz minden alkalmat? Nem, inkább félénk vagyok, de veled minden más volt. Rendben? Igen, nagyon is. Túl sokat aggódsz Hollyért, boldogul egyedül is. Nagyon úgy néz ki. Őszintén, soha nem éreztem még ilyen jól magam. Te még semmit sem tudsz róla. Nincs is rá szükség. Nem vagyunk már 15 évesek. Saját életünk van. Nekem egy fiam is. Gondolod, hogy zavar? Hidd el, szívesen megismerném. Majd meglátjuk. Nekem kicsit gyors ez a tempó. Tudom, hogy a hírem nem éppen mellettem szól. És tudom, hogy meg akarod védeni a fiadat. Nehéz lehetett hirtelen egyedül maradni. Honnan tudsz róla? Adel... A férjed egy igazi idióta lehetett, ha egy szó nélkül elhagyott. De őszintén szólva, kicsit hálás vagyok neki. Nem tudsz mindent. Eleget tudok. Nagyon sajnálom, hogy a felmondás miatt nehézségei támadtak, de ha anyagi segítségre van szükséged... Nem, a pénz nem gond. Épp most kaptam meg egy szép kis biztosítási összeget. Tényleg? Uh-huh. Akkor lehet, hogy jó parti vagy. Tobi tanítatására kell. Szeretném biztos helyen tudni. Az ilyesmiben otthon vagyok, úgyhogy ha segítségre van szükséged, akkor állok rendelkezésre. Igen. Köszönöm. Igénybe fogom venni. Jól van. Megyek és ellátom a lovakat. Szívesen segítenék benne. Szívesen csinálom, amíg még lehet. Oké, akkor majd később. A zenekar hívott, és mindenképp tudni akarják, hogy mit szeretnénk majd nyitó táncnak. Igen, igen. Tudom, hogy utálsz táncolni, de ezt most nem úszhatod meg. Érted, drágám, mindent. Ó! Na látod! Na jó, egyelőre hagyjuk.
Az étterem is elküldte a menü javaslatait. Ezt mindenképpen el kell döntenünk még ma este. Még ma este? Szent ég. Ehhez én nem kellek, ugye? Darts versenyünk van a srácokkal. Nem tudnád lemondani, még annyi dolgunk lenne. Ma nem fog menni. A fiúk nagyon várnak. Nem megy. Csak nem azt akarod mondani, hogy a darts verseny fontosabb, mint a mi lakodalmunk. Ha, jó napot, Mr. Lockhart. A feleségem bent van. Elnézést a zavarásért. Igen, Mr. Lockhart. Biztosan kér egy teát, látom magán. Kérek, köszönöm. Csak meg akartam kérdezni, hogy a vevő az a bizonyos Mr. Fahárát. Úgy van. Jelentkezett önnél? Nem, csak a titkára. Lemondta az időpontot, halasztaná, mert Mr. Fahárát jövő héten ismét Londonba utazik. Jól van. Akkor még várhatunk. Lehet, hogy mégis át kéne gondolnom az ügyet. Nem akarsz legalább egy kis pihenőt tartani? Elvileg már nincsenek anyagi gondjai. Az a pénz Toby iskolájára van. Nem veszek el tőle egy pennit sem. Mindig is dolgoztam, majd csak találok új munkahelyet. Lehet, hogy Mr. Lockhart meggondolja magát. Miért tenné? Eladja a birtokot, és igaza van, mert ez itt egy feneketlen út. Pár nappal ezelőtt még maga volt az ördög, és most? Már nem így gondolom. Teljesen rendben van. Kicsit arrogáns, de rendes ember. Elcsavarta a fejedet. Butaság. Csak egyszerűen beláttam, hogy igazságtalan voltam. Hogy lehetsz ilyen naív? Ő csak szórakozni jött ide, te pedig bedőlsz neki. Nem értem, miért zavar ennyire. Nagyon jól tudom, hogy kiben bízhatok, és kiben nem. Sajnálom, én nem akartam... Csak félek, hogy újra bántani fognak. A fasas játsza itt a nagymenőt, de senki sem tudja, mit akar. Túl sokat aggódsz miattam. Owen nagyon kedves velem. Felajánlotta, hogy befektetési lehetőségeket keres. Beszéltél neki a pénzről? Miért? Na de miért ne? Ez biztos valami rendőrbetegség, hogy mindenhol bajt sejtesz. Túl jó hiszemű vagy. Bernardnak is hagytad, hogy bántson. Jöjjön csak be! Kér valamit inni? Egy kicsit zaklatottnak. Ó, nem. Köszönöm szépen. Nem sokan vágnak bele az önkorában. Talán nekem már évekkel ezelőtt meg kellett volna tennem. És ha nem most, akkor mikor? Ebben igaza van. Kérem, vetközzön le. Én mindent előkészítek. Ó, van esetleg valami külön zeneóhaja? Igen, hoztam magammal egy CD-t, tessék. Nagyon kellemes. Miért is ne? Szia, Ben! Mit keresel te itt? Szia, Adele! Szia, Billy! Hogy haladnak az előkészületek a nagy napra? Sajnos egyelőre sehogy sem. Mivel a Robin férjemnek fontosabb a ti darts versenyetek, mint a jubileumunk. A darts versenyünk? Biztos vagy benne? Igen. Egyáltalán mit keresel te itt? Maxwell már rég a pubban van, biztos csak rád várnak. Várnak rám? Igen, darts verseny. Teljesen elfelejtettem. Jobb lesz, ha igyekszem. De ne tartson soká, és ne sokat igyatok. Holnap reggel Maxwellt frissen akarom, és kipihenten. Oké, megmondom neki. Azért Ben is öregszik már. Meg én is. Egész szép teljesítmény volt. Köszönöm. Sajnos a feleségem nagyon jól főz. Ebben az esetben még jobbat tesz egy kis mozgás. Pontosan. És megbeszélhetünk egy új időpontot is? Mertem remélni. Hiányzik az apád? Hogy jön ez ide? A biztosító társaság írt egy levelet, és azt írták, hogy... Engem egy cseppet sem érdekel. Ő hagyott el minket. De te itt vagy nekem. Itt vagyok neked.
Halló? Halló? Ki van ott? Hall engem? Letette. Mi a csuda volt ez? Fogalmam sincs. Biztos van egy titkos hódolód, aki nem mert hozzám szólni. Hülyeség. Nekem nincs. És mi van Emíliával? Őt már csak nem egy éve nem is láttam. Ő is jön a nagyszülei Rubin lakodalmára. Minket is meghívtak. Eljössz? Lehetséges. Jobban teszed. Adele nem áll szóba velünk többé, ha nem megyünk el. Ezt nem kéne kockáztatni. Pontosan. Igen. Halló, kicsoda maga? Tudom, hogy mit tettél. Kicsoda maga? Halló? Sehol sem találtam. Biztosan elvitte az áramlat. Akkor hívjuk fel Maxwellt. És aztán? Letartóztatnak gyilkosságért. Hogy bizonyított, hogy baleset volt? Nem fognak hinni neked. Ha elítélnek gyilkosságért, Toby árvaházba kerül. Kérlek, bízz bennem. Én meg fogom őrizni a titkodat. Kérlek, bízz bennem. Én meg fogom őrizni a titkodat. Hallgasson, mit akar tőlem? Mit tettél? Halló? Jól tetted, hogy felhívtál. Ezt mindenképpen komolyan kell venni. A zaklatás bűncselekmény. Milyen zaklatás? A pasas tudja, hogy mi történt. Honnan tudná? Fogalmam sincs, de nem zaklató volt. Á!
Au! Egy kicsit sem volt ismerős a hangja. Nem. Ugye milyen csodás napunk van? Futottam és... Történt valami, felügyelő? Ő itt Lucas Corbin. Egy nagyon jó barátom. Mr. Corbin. Mr. Lockhart. A reggeli mindjárt kész. Ha sikerül, nem odaégetnem a pirítóst. Nem sürgős. Először lezuhanyozom. Köszönöm. Azonnal szólj, ha újra jelentkezik. Mindegy mikor, azonnal elrendelem a nyomozást. Elkapjuk a pasast. Telefonálhatok gyorsan az irodába? Lemerült a mobilom. Persze, tudod, hol találok. Lucas! Köszönöm, hogy vagy nekem. Sokkal jobban vagyok. Nos, nekem mennem kell. Viszlát, drágám. Jó reggelt, Adele. Hát itt van. Felhívná Mr. Faharatot, és lemondaná az időpontot. Azt hiszem, mégsem adom el a sitcom majort. Hívjam fel, mondjam le. Mit fognak gondolni rólam? Azt hittem, örülni fog, hogy nem adom el. Nekem teljesen mindegy, hogy eladja vagy nem. Csináljon, amit akar. Én... nem számítok. Adele, kérem, hogy nyugodjon meg. Mi történt önnek? Maxwell. Mi van Maxwell-lel? Történt vele valami? Remekül érzi magát. Megcsalt. Az ön Maxwell-je? Pár nappal a Rubin lakodalom előtt. Nem hiszem el. És van rá valamilyen bizonyítéka? Egy nő ezt megérzi. Igen, de egy bíróságon ez nem elég. Rúzsnyomokat találtam a szolgálati ingén. Adele, hiszen Maxwellnek olyan munkája van, ahol lépten nyomon eléggé váratlan helyzetekbe kerülhet. Á, igen, a férfiak mindig összetartanak, de én majd elkapom a frakját is. Isten irgalmazzon neki! Az sem fog segíteni rajta. Veszed fel a telefont? Csak túl lassú voltam. Van valami kaja? Igen, a hűtőben vannak szendvicsek. Szia, Ian! Persze, jó ötlet. Megkérdezem anyut. Ian áthívott hozzájuk videójátékozni. Mehetek? Igen, persze. Oké, mindjárt megyek. Szia! Anya! Miért zártad be az ajtót? Légy jó. Nem is mondasz semmit. Talán egy kicsit fáradt vagyok. A készülődés a nagy napra elég kimerítő.
Főleg, ha az embernek egyedül kell intéznie mindent. Uh-huh. Kérsz még valamit? Minden isteni volt, mint mindig, de jól laktam, köszönöm. És desszert? Én nem kérek, köszönöm. Azt hiszem, gyomorrontásom van. Te szegény. Uh-huh. Akkor inkább főzök egy kamillateát. Nehogy a végén még a nagy napra ágynak ess. Azért ennyire nem vagyok rosszul, ha csak. Igen, és nekem most mennem kell. És megint dárthozni mész? El fogok késni, sietnem kell. Ilyen könnyen nem rázol le Maxwell Brackett. Dominik stúdió. Én megmondtam. Mit keresel itt? Mi történt az ablakoddal? Biztos a szomszédkölykök voltak, holnap hozatok üveget. Mondd csak, van kedved egy kis esti sétához? Most hullafáradt vagyok. A kandallónál is üldögélhetünk. Bemehetek? Nem. Talán majd máskor. Itthon van a fiad? Szívesen köszönnék neki. A barátjánál van, és tényleg fáradt vagyok. Biztos, hogy minden rendben van? Tudod, ma reggel olyan furcsa voltál. Csak fáj a fejem, ez minden. De 8 óra alvás biztos segít rajta. Jól van. Holnap reggel kilovagolunk. Szívesen elmennék a Kodi sziklához. Mit akarsz ott? Végül is ott találkoztunk először. Igen. Akkor holnap. Aludj jól. Hozzányúltál a levélhez? Hát persze, különben hogy olvastam volna el? Akkor az új lenyomatot elfelejthetjük. Mindegy. Mert aki kivágta a betűket, úgyis biztosan kesztyűt használt. Elteszem. Ezt nem mutatom meg Maxwellnek. Csak azt nem értem, hogy ki csinálja ezt. Ki tud még a biztosítási összegről?
Nos, senki, csak te. És Mr. Lockhart. Oh, ez nevetséges. Owen tegnap este nálam járt, és olyan volt, mint mindig. Járt benne a házban is? Nem, csak az ablak előtt állt. A kődobás előtt vagy után érkezett? Közvetlenül utána. Gondolod, hogy... Holly, én rendőr vagyok. Senkit nem fogok bizonyíték nélkül elítélni. Tudom, hogy nem szívesen hallod, de szerintem igen alapos oka lehetett rá. Na és miért tenne ilyet? Erre nem nekem kell válaszolnom. Nem. Sajnálom, ezt egyszerűen nem hiszem el. Szóval itt bújtál. Igen, a lovaknak is kell reggeli. De nekik nem kell főzni. Fáradtnak tűnsz, Holly. Megint rosszul aludtál? Tudod, valójában én is alig aludtam. Egész éjjel forgolódtam, és azt kívántam, bárcsak velem mennél. Furcsa vagy. Hallottad, mit mondtam? Aludnod kéne. Holly, biztos vagy benne, hogy minden rendben van? Hát persze. Mi baj lenne? Persze, hisz gazdag vagy, és ahol pénz van, gond nincs. Hogy érted? Találkozunk később. Ma nem érek rá. Tobival kell foglalkoznom. Oké. Jó napot, fiatal úr! Te biztos Toby vagy, igaz? Igen. Én Owen vagyok. Tudod, édesanyád főnöke. Szia! Üdv, és még él? Tessék. Anya mondta, hogy ő főz önnek. Tudod, mindig is szerettem kockáztatni. Úgy tűnik, te is átvészelted valahogy, igaz? Én már edzett vagyok, és többnyire fagyasztott pizzát kapok. Kialvasztásban jó. Oké, akkor figyelni fogok rá. Mondd csak, az édesanyád itthon van? Nincs, már rég elment. Oh. Megmondanád majd neki, hogy kerestem? Persze, megmondom. Szuper, ez kedves tőled. Szólj majd neki. Örülök, hogy megismertelek. Ciao. Elaludtam. Jó reggelt. Maxwell. Maxwell! Drága kis Rubinom, örülök, hogy eljött a nagy nap, beugrom a városba. Na igen, gondolom, hogy hová. Te jó ég! Kora reggel, az a nő nem semmi. Ebédre otthon leszek, ígérem. Szeretlek, Maxwell! Ezt megbánod, Maxwell Brackett! Az üvegesnél voltam. Igen, készítettem egy teát. Elmondhatnád végre, mi van veled. De megyünk. Miért? Mi lenne? Látom, hogy valami nincs rendben. Még ha nincs is, miért gondolod, hogy rád tartozik? Találkoztam Tobival. Nem meséltél rólunk neki. Miért kellett volna? Pusztán egy viharos délután miatt? Igen. Pontosan azért. Elvarázsoltál, Holly. Szeretlek, Holly Heston. Megbabonáztál engem. Csak azt remélem, hogy hiszel nekem. Fogalmat sincs, mennyire szeretnék. Hát bízz bennem. Adj nekem egy esélyt.
mozdulj. Ah, szívesen így maradnék örökre. Borzalmas lenne. Gondold el, miről maradhatnánk le? A java még csak most jön. Mindhármunknak. Remélem, bemutatsz végre Tobinak. Nagyon éles eszű fiú. Van humora. Te ennyire biztos vagy benne? Holly, te vagy álmaim asszonya. Rögtön tudtam, amikor először megláttalak. De hisz még semmit sem tudsz róla. Akkor mesélj valamit. De nem most. Oké. Akkor mesélek én. Készítettem pár ajánlatot, hogy lehetne Tobi pénzét befektetni. Van néhány kecsegtető lehetőség. Kedves tőled, de nem ilyen sürgős. Nem, nem sürgős. De miért várjunk? Minden nap plusz pénzt jelent. És ilyen jól még én sem fizetek. Meg is beszéltem a bankban mára egy időpontot. Ott minden lehetőséget átbeszélhetünk. Ma sajnos nem lesz jó. Akkor le kell mondanunk az időpontot. Oda telefonálok. Jó, a telefonszám az asztalon van. Mr. Roberts. Roberts. Sikerült elérned Mr. Roberts-et? Ez meg mi? Régi újságok, nem? Ah, igen. És hogy kerül a szemetesedbe? Fogalmam sincs, talán Adele tette oda. Na persze. És ő írta a zsaroló levelet is? Miféle zsaroló levélről beszélsz? A sok szöveg a bizalomról. Én ostoba meghittem neked. Tobi, mit keresel itt? Hű, de jó hangulatban vagy. Bocsáss meg, jó? Csak fáj a fejem. Honnan kéne tudnom? Csak nem kirúgtak. Tessék? Itt volt a főnököd és téged keresett. Lehet, hogy ezért. Bár elég szimpatikus volt. Nem, én mondtam fel. Tobi, nekünk lejárt az időnk. Elmegyünk Edith nénikéthez, kérlek csomagolj össze. Mikor? Holnap reggel. Miért ilyen gyorsan? Mert muszáj munkát találnom. Most nem lehet. Dehogy nem lehet, szünet van, nem maradhatsz egyedül. De nem akarok elmenni. Emilia is vár rám. Jön a Rubin lakodalomra. Ez most fontosabb, mint hogy találkozzatok. Én itt maradok. Erről nem akarok vitát nyitni. Nem kényszeríthetsz. Tobi! Mit keres itt? Ma szabad napja van. Gondoltam, hozok magának egy szelet süteményt. Finom? Menjél. El akarok válni. Vállalja az ügyet? Még mindig azt képzeli, hogy Maxwell megcsalja őt. Sajnos ez nem csak képzelgés. Talán már beszélt is vele. Adele, gondolja végig. Önök már nagyon régóta házasok. 39 éve és 363 napja. Ezt nem lehet csak így felrúgni. Ez most már semmit sem jelent.
Számomra már csak egy idegen. Nos, ezt sehogyan sem tudom elhinni. Jobb lenne, ha beszélne vele. Talán van rá logikus magyarázat. Láttam őket, Mr. Lockhart. A saját szememmel láttam, hogy bement abba a házba. Dominic stúdió. Ez mind csak találgatás. Próbáljon a végére járni. Na és hol van Holly? Felmondott, és elment. Miért? Fogalmam sincs. Mindig van valami indok, de ne adja fel ilyen könnyen. Hollyért tűzbe teszem a kezem. Én is csak ezt mondhatom Maxwellről. Szia, Adele. Most éppen nincs semmi idő. De igen, van. De légy rövid, kérlek. Nem tudom, hogy kettőtök közül ki az ostobább, de nem fogom némán tűrni, hogy mindent tönkre tesztek. Köszönöm szépen, hogy aggódsz értünk, de ez kizárólag Overre és rám tartozik. Á, Overre és rád. Ha így folytatod, nem lesz többé Owen meg te. Alaposokon van rá. Csak egyet mondj. Most még nem mondhatok el mindent. Szóval egy sincs. Az utóbbi napokban történt pár nagyon furcsa dolog. Például? Néha úgy érzem, hogy Owen Toby biztosítási pénzét akarja. Lukász figyelmeztetett, de nem hittem neki. Á, Lukász? Lukász csak egy ostoba egyenruhás. Owen éppen most mondott le egy potenciális vevőt a kastélyra. Gondolod, hogy a te pénzed kell neki? Holly, titeket egymásnak teremtettek. Ne keresd más kifogásokat, hogy miért nem felel meg neked. Ezek nem kifogások. Hallgass! Születésedtől ismerlek. Nem bírom nézni, hogy egyre jobban bezárkózol Bernard eltűnése óta. Ha így folytatod, nem sokára egy megkeseredett öreg hölgy leszel. Az embernek harcolnia kell a szerelméért. Úgy van. Csak ennyit akartam mondani. Igen? Adele Brackett vagyok. Igen, és? Én vagyok a felesége a maga Maxwell Brackettnek. Nos, örülök neki, de ő most nincs itt. Nem érek rá, mit óhajt? Szeretném megkérni, hogy hagyja békén a férjemet. Majdnem 40 éve házasok vagyunk, és horkol. Szeretem őt, és nem engedem el. Megértette? Úgyhogy nagyon kérem, hagyja őt békén. Mindenhol kerestelek. Kilovagoltam. Beszélnem kell veled. Szóval zsarolnak. Igen. Semmi közöm hozzá, Holly. De akkor kezdődött, amikor megjelentél. Mivel zsarolhatnálak a szerelmemen kívül, amiből úgy tűnik nem kérsz? De... Akkor menjünk el a rendőrségre. Veled megyek, mint az ügyvédet. Már voltam a rendőrségen. De sajnos hiába. Holly. Mondd el nekem végre, hogy mi történt. Nem lehet. Nekem mindent elmondhatsz. Én megöltem a férjemet. Te most is részeg vagy! Volt egy csúnya vitánk. Bernard részeg volt, mint mindig. Aztán hirtelen megütött, és védekeznem kellett. És akkor meglöktem, és leesett a szikláról. Lukás segített nekem. Azt mondta, ne mondjak semmit Tobinak. Nem kellett volna Lukászra hallgatnod. Ez baleset volt. Esetleg önvédelem. Ezért nem zártak volna börtönbe. Én nagyon megrémültem, és csak Tobira gondoltam. De már túl késő. Szerintem nem. Megoldunk minden ketten együtt. Nagyon köszönöm, Owen.
De nem számít, mit mond a jog. Holly. Én tudom, hogy mit tettem. És kész vagyok megfizetni érte. Olyan jó lett volna, ha máskor találkozunk. És azóta Holly azt hiszi, hogy megölte a férjét. De ahogy elmondta, ez csak baleset volt. Már az elején sejtettem, hogy a történetben valami sántít. De egyszerűen nem értem Lukást. Soha nem kellett volna ilyesmit javasolni a Hollynak. Ez bűncselekmény. Engem most inkább Holly aggaszt. Biztos vagyok benne, hogy vallomást fog tenni. Elkerülhetjük a letartóztatását, mert a szökés veszélye nem áll fent. Igen. Szeptember 16-án jelentette Holly a férje eltűnését. De akkor ez 15-én éjjel történt, egy nappal Adele születésnapja után. Nagyon jól emlékszem. Na és mit keres? Itt van. Itt valami nem stimmel. Mire gondol? Ismeri a kodi sziklákat? Igen, voltam már ott. Ha Bernard ott esett a vízbe, akkor kérdés, hogy hol van? 15-én magas volt a dagály, nálunk erős az árapály jelenség. A holttestet biztos, hogy megtaláltuk volna a kodi öbölben, de nem volt ott. És soha nem találtuk meg. Vagyis? Nem tudom. De biztos, hogy valami más is történt azon az estén. Ezt csak egy valaki tudná megmondani. Lukasz. Mi volt ilyen sürgős? Én... mindent elmondtam Owennek. Mit csináltál? Figyelmeztetted, így már nem tudjuk elkapni. Nem Owen a zsaroló. És egyébként is mindegy. Elegem van ebből a titkolózásból. Tudom, hogy te csak jót akartál. De nem tudok így élni. Elmegyek Maxwellhez, és mindent elmondok. Holly, ez őrültség. Nem fogom hagyni, hogy börtönbe menj. Van más lehetőség. Tűnjünk el. Hogy érted ezt? Én szeretlek. Na de, Lukasz, mit jelentsen ez? Azt mi is nagyon szeretnénk tudni. Mit tettél Bernard Hestonnal? Semmit. Micsoda kérdés ez? Nem. Lukasz nem csinált semmit. Köszönöm, Holly, de az ügyvéded már mindent elmondott. Lukasz Corbin, rendőrtiszt vagy, nem kell a jogaidat felolvasnom. Letartóztatnak Bernard Heston meggyilkolásának alapos gyanújával. Egy pillanat, semmit sem értek. Holly, olyan nagy bűntudatod volt, hogy nem láttál tisztán. Lukasz nyilvánvalóan becsapott téged. Mi a csodát csináltál Bernarddal? Semmit! Életben van! Mit mondtál az előbb? Holly, én sajnálom, de megígértem Bernardnak, hogy nem mondom el. De hát miért? Te ki voltál borulva? Én meg lementem, hogy segítsek Bernardnak, vagy felhozzam a holttestét. Végül megtaláltam. Csodálatos módon alig sérült meg. Csak pár zúzódása és horzsolása volt. Bernard! Minden rendben? Mi történt? Bernard! Fel tudsz állni? Nincs semmi baj. Minden rendben. Lukasz! El akarok tűnni. Eltűnök innen örökre. Kérlek, muszáj segítened! Kérlek! Jól van. Nem olyan volt, mint máskor. Elege volt mindenből, belőled, a fiából, az adósságból. Úgy érezte, itt a lehetőség, hogy mindent itt hagyjon és teljesen új életet kezdjen. Miért ne segítettem volna neki? Örültem, hogy elmegy. Holly, ő nem hozzád való! Hazudsz. Lehet, hogy rossz férj volt és ivott, de a fiát sosem hagyta volna el.
Te voltál az, aki zsarolt engem. Toby vagy te, neki teljesen mindegy volt. Én mindig szerettelek. Mindent megtettem, érted? De neked mindig csak ostoba kis kölyök voltam. Lucas. Most meg Owen karjába ugrasz. Ez nagyon érdekfeszítő történet volt, Lucas. De sajnos Bernard nincs itt, hogy alátámassza. Talking Street 9, Bristol. Menjünk el oda és kérdezzük meg őt személyesen. Mi? Na, ebből elég, Lucas. Fel vagy függesztve, kérem a jelvényedet. Ez az a ház. 9-es szám. Holly, neked nem kell jönnöd. Elintézzük nélküled is. Nem, saját szememmel akarom látni. Nem kérünk reklámot. Nincs név. Megyek! Jó napot, Brackett felügyelő vagyok. Mit tehetek önért? Bocsásson meg a zavarásért, de azt az információt kaptuk, hogy itt lakik Bernard Heston. Ismeri őt? Bernard Heston? Sajnálom, nem ismerem. Biztos benne? Természetesen, én egy évvel lakom itt, az előző bérlő pedig egy kollégám volt, John Smith. Hoztam egy fényképet. Megnézni, hogy felismeri-e véletlenül. De hisz ő John Smith. Mégis miről van szó? Sajnálom, erről nem beszélhetek. A szitkombi rendőrség körözi, és nem tudja véletlenül az új címét. De igen, tudom. A sors iróniája. Egy évvel a színlelt halála után tényleg elhunyt autóbalesetben. Viszont a rendőrségi nyomozás Bernard Heston ügyében minden esetre lezárult. Talán nem is kellene semmit sem mondanom Tobinak. De igen, Holly. Neki is joga van megtudni. Igen, tudom. Csak tényleg pokoli nehéz. Nem segítenél? Szívesen. Valami baj van? Toby, mi ma elmentünk Bristolba. Megtudtuk, hogy apád valószínűleg ott él.
Mi? És megtaláltátok? Sajnos nem. Az édesapád egy autóbalesetben meghalt. Mikor? Egy éve. Új nevet vett fel, azért nem tudtunk róla. Nem akarta, hogy megtaláljuk? Biztosan volt rá oka. Tobi, el tudom képzelni, hogy mit érzel most. Anya! Nekem nem hiányzik. Sosem volt velem, és téged is csak bántott. De ezt nem mondhatod csak így. Anya, lehet, hogy még gyerek vagyok, de nem vagyok hülye, és végül is jobb nélküle. Megyek meccset nézni. Elkéstél? Sok munkám volt. Majd nagyon nehéz ügyet oldottam meg. Elkaptál egy házasságtörőt? Sajnos nem beszélhetek róla. Persze, hogy nem. Nos, most viszont farkas éhes vagyok. Mi az ebéd? Pásztor egy tál. Ah, nagyszerű. Mit jelentsen ez? Te épp diétázol. Vagy valamit félreértettem? Na igen, de... Van valami, amit szeretnél elmondani nekem? Nem tudom, mire gondolsz. Tényleg nem? Nem. De végül is igazad van. Tartanom kell a diétámat. Mindig azt hittem, hogy nekem elmondasz mindent. És ez így is van. Kivéve persze, ha rendőrségi ügyről van szó. Isteni a saláta. Maxwell és Adél 40. házassági évfordulója. Na és hol vannak az ünnepeltek? Maxwell még biztos az öltönyével küzd. Az eltarthat. Oda néz, ott van Emilia. Hát tényleg, Emilia! Szia, foglalj helyet. Köszönöm. Tobi, mi ültött beléd? Hagyd csak. Ez a férfiakra tartozik. Miért nem keresed meg inkább a helyünket? Ez vérlázító. Elnézést. Max! Megcsaltál, de nem mondtam semmit. De hogy a szeretődet is elhívod a Rubin lakodalmunkra, ez már túl sok. Adél, azt hiszem, mindent félreértettél. Nem értek félre semmit. Láttam, amikor bementél hozzá. Tüntesd el innen ezt a nőszemét, vagy hívom a rendőrséget. Adél! Nem téged. Dominik sosem volt a szeretőm. Mi? Azért fizettem neki, azért, hogy nekem... valamit megtanítson. Igazat mond. Először azt hittem, nem fogja bírni, de tényleg jól csinálja. Szóval ő nem a szeretőd? Nem. Nem. Tényleg? Igen. Sajnálom. Nagyon sajnálom. Bár egy kicsit azért büszke vagyok rá, hogy szerinted egy olyan nő, mint Dominik... Ne vidd túlzásba! Emilia, ugye? Annyira vártam már, hogy találkozzunk. Erre puszítad annak a balféknek.
Van egy recept, amivel minden nőt meghódíthatsz. Igen? Ezt egy életre jegyezd meg. Mi az? Sosem szabad feladni. Remek tipp. Menj oda hozzá, és mondd el, hogy mit érsz el. Mert ha nem szólsz hozzá, nem is olyan fontos neked. De az. Hát akkor? Emilia, szabad egy táncra? Tobi, persze! Nekünk is lesz Rubin lakoda. Mi minden lakodalmat megölünk, majd amit csak tudunk. Gyöngy lakodalmat, zafír lakodalmat. Vagy a falakodalmat. Igen, de előtte össze kell házasodnunk. Akkor mégsem adod el a házat. Ez a te válaszodtól függ. Szeretlek. Én is szeretlek. Drága kis Adele, Rubin feleségem, te vagy a nő, akit szeretek. Ma is ugyanúgy, mint 40 éve. És azért gyakoroltam annyit Dominikkal, hogy ma valóra válthassam egy álmodat. Szabad kérem? Ezt nem hiszem el.